A Szőgyéni Nagyboldogasszony templomban állított korpusz nélküli missziós keresztet 1890-ben állították a népmisszió tiszteletére. Népmisszió annyit jelent a magyar katolikus lexikon szerint, mint belső misszió, a vallásosság fölélesztését és elmélyítését célzó prédikáció és ájtatosság sorozat. Azóta 5 évszám került fel a keresztre, az utolsó a szeptemberben zajló missziós napok keretében. 2017, 75 év után ismét a belső misszió éve lett Farkas Zsolt lelki atya vezetésével. Az egyházközség berkeiben számos rangos rendezvény, filmvetítések, tartalmas előadások, zarándoklatok, szentmisék, kulturális és sportrendezvények sora állt a lélek megújulás szolgálatába. A Szőgyéni falu misszió a missziós napok rendezvényében csúcsosodott ki. A csütörtöki labdarúgó mérkőzéssel az épp testet szolgálva állt pályára a papi válogatott és a Csongrádi Lajos alapiskola diák-tanár válogatottja. Egy ilyen találkozón, amikor zúg a tornaterem a diákok szurkolásától, igen, fontos a győzelem, de a találkozó kezdetén tett lelkiatyák tanúságtétele az épp testben épp lélek tartalom megvalósításához csak hozzátett. Miután a szombat reggeli szentmisén Farkas Zsolt és Sárai Attila lelkiatyák megáldották a missziós keresztre felkerült új évszámot, a hívek és az érdeklődők számára tovább folytatódott a délelőtti program a távmunkaház konferencia termében, ahol megnyitotta kapuit a Regnum Marianum Akadémia. Pázmáneum a Jópásztor alapítvánnyal karöltve létrehozott akadémiát Farkas Zsolt lelkiatya mutatta be a hallgatóságnak, amely 2007-18-as tanévben minden hónapban Szőgyénben tartja meg előadásait. Minden laikus hívő, illetve nem hívő, szeretettel van fogadva azért, hogy jobban megismerhesse akár a katolikus egyháznak a tanítása, egyháztörténelmi témákat, vannak úgynevezett forró témák, amelyekkel találkozhatunk majd, amelyek esetleg vitát tartanak ki a közvéleményben, vagy nagyon sok dokumentumfilmet láthatunk, ami esetleg félrevezethető. Tehát, hogy ezekkel kapcsolatos információkat is szerezhetünk, illetve próbálom aktuálisak is lenni a közéletben zajló események révén. Ugyanakkor elmondhatom azt, hogy 2006-tól indult be a Regnum Marianum Akadémia, és azzal a céllal, hogy a laikus hívek is részesüljenek olyan képzésben, amely sokkal hatékonyabbá teszi az ő közéleti tevékenységüket is, hogyha találkoznak más gondolkodású emberekkel, hogy saját vallásukkal kapcsolatban jobban képbe kerülhessenek. Dunaszerdahely, Érsekújvár, Zselész, Komárom után Szőgyénben kerül megrendezésre a 17-18-as akadémiai év a nagy érdeklődésre való tekintettel, ami szabadon látogatható. Az akadémia bemutatása után az atya megtartotta az első előadást, amelyben Monsignor Lénár Károly atya és gróf Eszterházy János életútját mutatta be részletesen. A Regnum Marianum Akadémia október 7-én várja újra hallgatóit. A missziós napok vasárnapi záró programján Eszterházy János mártír halálának 60. évfordulója és a kommunizmus áldozatainak emlékére dr. Vadkerti Katalin történész tartalmas előadás keretében mutatta be nem csak Eszterházy János életútját, de pontos történelmi korképet is kapott a hallgatóság a Nagyboldogasszony templomban a vasárnapi szentmisét követően. Magyarország miniszterelnökségének nemzetpolitikájáért felelős helyettes államtitkára dr. Szilágyi Péter ünnepi beszédében elmondta, hogy kevés olyan szerencsés nemzet él a földkerekségen, mint a magyar. Elődeink, nemzetünk nagyjai követendő minták sorát állították elénk. Eszterházy János, akinek a mai napon emléktáblát szentelünk, követendő példaképünk egyike. Az emberiség legsötétebb korszakai közé tartozó 20. században a történelem vihara őrült ideológiák között dobálta a nemzeteket. Egy dicsőséges cselekedet néhány nap leforgása alatt halálos bűnné válhatott. Nemzetünk nagyjai azonban ezekben a bizonytalan időkben Máté evangéliumának bölcs embereként jártak el. Valaki azért hallja én tőlem a beszédeket és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát, olvashatjuk.
A kősziklára épített ház mindig a nehezebb út választása. A nehezebbé, a sanyarúbbé, de a legtöbb esetben az eredményesebbé is. A mai nap, a hétvége az Eszterházy emlékév is azt példázza, hogy Eszterházytól kapott örökségünk, mint a kőszikla, örök és változhatatlan, miközben meghurcoltatását vezérlő ideológiákat, mint a homokot, már elfújta a szél. Az ünnepi szónoklatok után dr. Szilágyi Péter helyettes államtitkár és Fig Gábor polgármester közösen leplezte le az Eszterházy János emléktáblát, és az ünneplő gyülekezet elhelyezte az emlékezés és a tisztelet virágait. Dr. Vadkerti Katalin előadását teljes egészében rögzítette a Szögyéni Televízió, amelyet egy későbbi időpontban műsorára tűz, mint egy rendhagyó történelmi órát.